Nemzetközi gyermekvízilabda tornán vett részt a Kistarcsai VUK Egyesület U12-es csapata 2015. június 22-e és 26-a között Nápolyban. A tornára összesen 24 csapat nevezett, ebből 16 a 12 év alatti korosztály kategóriájában indult, köztük a kistarcsaiak is. Két 8-as csoportot csináltak a rendezők, ez élvonalbeli olasz csapatoknak a kölyök csapata indult. Mi a csapatunkban, a csoportunkban negyedik helyen végeztünk, úgyhogy igazából az első meccset buktuk el, mert még nem ébredtek fel a gyerekek az utazás után, és a következő meccseket szinte mind megnyertük, a második és a harmadik, a végeredmény második, harmadik helyezett csapatát megvertük, és így a negyedik helyen végeztünk a csoportba, és játszottunk a hetedik helyére, amit megszereztünk. Igazából 8 mérkőzésből 5 győzelemmel, 3 vereséggel zártuk a versenyt. A versenyt megelőzően a csapat már néhány nappal korábban kiutazott Olaszországba, így a gyerekeknek kirándulni is volt lehetőségük. Az első élmény az egy fantasztikus helyi látványosság. A Solfat Arénél töltöttünk néhány órát. Ez egy működő, fortyogó vulkán képződmény, ami szinte a város szívében van. Ez volt az első élmény a gyerekeknek, utána mentünk szállodába pihenés. Másnap egy kiránduláson vettünk részt Pompei nevezetességeit, és a Vezúv kráterébe tekinthettek be a gyerekek. A következő nap még mindig kirándulással telt, Amalfi partvidéket jártuk végig, kis hajót béreltünk, és hajókáztunk egy barlangba, és a gyerekek a tengerbe ott fürödhettek, úgyhogy a hajó lehorgonyzott, és kiúszhattak a partra. Tehát azt mondom, hogy már ha csak ezért mentünk volna, is csodálatos élmény. Valkai Ferencné, az Egyesület szakvezetője és edzője kiemelte, a csapat olaszországi teljesítménye azért is figyelemre méltó eredmény, mert a kistarcsai úszodában nem a legideálisabbak a lehetőségek egy nemzetközi versenyre való felkészüléshez. Kistarcsai úszoda nem egy versenyúszoda, nem egy vízilabda versenyúszoda, egy tanmedence, ahol a nagyobb gyerekeknek már leér a lábuk. És a 25 méteres pálya helyett 10 méteres pályán edzünk. Tehát ezekkel a körülményekkel, ilyen háttérrel fantasztikus eredményt értek el a gyerekek. A csoport negyedik és összesített hetedik helyezés mellett a csapat Rajna Enikő fair play díjával is büszkélkedhet. Enikő mindenféleképpen megérdemli, mert az edzés munkája is fantasztikus, és példamutató a viselkedése is a csapat összetartásban. Egy nagyon pozitív egyéniség. Valkai Ferencné beszámolt arról is, hogy a nápolyi torna remélhetőleg a további nemzetközi szereplések alappilléreként szolgál. Utolsó vacsoránál torinói edzőkollega jött oda és kérte el az elérhetőségünket, és decemberben már van egy meghívásunk Torinóba, szintén ilyen kölyök vízilabda tornára, amire remélem, hogy szintén el tudunk menni, és Kistarcsa hírnevét tovább tudjuk öregbíteni, megtanulták a nevünket. A Kistarcsai VUK Vízilabda Klub szeptembertől szeretettel várja edzéseire mindazokat a 6-12 év közötti vízilabdázni vágyó gyerekeket, akik szívesen részesednének a csapat nápolyihoz hasonló sikereiből.